Kísérteties a hasonlóság. Gyurcsány Ferenc ügyvédje Ceglédi Csaba és a magát ördögügyvédjének nevező blog szerzőjének írásai között, legalábbis ami a helyesírási hibákat és a jellegzetes szófordulatokat illeti. Az összehasonlítást a Mandiner végezte el, amely az olvasókra bízza a következtetések levonását. Az elmúlt napokban egyre több jel utalt arra, hogy a Borkai ügy kirobbantása DK-s körökből indulhatott. Hasonló helyesírási hibák és kísértetiesen egyforma szófordulatok jellemzik a Borkai botrányt kirobbantó blogger bejegyzéseit és Gyurcsány Ferenc költségvetési csalással vádolt ügyvédjét, Ceglédi Csabát, írja a Mandiner egy általuk készített elemzésre hivatkozva. A Mandiner gyűjtéséből kiderül például, hogy mindketten elrontják az ikesigék ragozását egyes szem első szemében. A magát ördögügyvédjének nevező blogger például a meglepődni igét használja rosszul. Meglepődöm helyett meglepődöket ír. Ugyanezt a típusú hibát követi el Ceglédi Csaba is a megszökni ige használatakor. A megszököm helyett a megszökök szót használja. Mindketten előszeretettel írják le a manapság már csak nagyon ritkán használt mihest kötőszót. Pedig ez a régi népies kifejezés szinte teljesen kikopott a mindennapi nyelvhasználatból. Ceglédi Csaba és az ördögügyvédje is felcseréli a bort iszik és vizet prédikál közkedvelt mondás két részét, úgy, hogy a vizet prédikál részt teszik előre. Szövegeikben gyakran előfordul például a győri polip viszonylag ritkán használt szókapcsolat, valamint a szintén nem túl gyakori pincsi kutya kifejezés is. Mindketten gyakran használják például a nincs itt semmi látnivaló és az így mulat egy magyar úr szófordulatokat. Bejegyzéseiket pedig volt, hogy mindketten a szolgálati közlemény felkiáltással kezdték. A Mandiner megjegyzi, mindenkinek saját megítélésére bízzák, hogy az egyezések a véletlen művei-e, vagy annál többről lehet szó. Habár Ceglédi Csaba korábban tagadta, hogy ő lenne a Borkai botrányt kirobbantó blogger, sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy a szálak mégis a szombathelyi DK-hoz és Gyurcsány Ferenc ügyvédjéhez vezetnek. A pesti srácok szerint például az ördögügyvédje Facebook bejegyzéseinek népszerűsítését ugyanaz a személy finanszírozhatta, aki a szombathelyi fideszes polgármester jelölt elleni lejárató kampányokat fizette. Ő egy bizonyos Horváth Csaba, akivel Ceglédi Csaba a választás után együtt ünnepelte a szombathelyi baloldal győzelmét. Gyurcsány Ferenc szintén tagadta, hogy köze lenne a botrány kirobbantásához. Azonban nemrég kiderült, a DK egyik volt képviselőjelöltjé gyanúsítják azzal, hogy megzsarolta Borkai Zsoltot a felvételekkel. Pócik József tagadta, hogy bárkit megzsarolt volna, azt viszont elismerte, hogy a felvételek miatt valóban találkozott a volt polgármesterrel.